Jó estét kívánok, ez a Híradó július 20-án, kedden. Nézzük a legfontosabbakat. Tűz, égett a Citromsziget teteje, személyi sérülés nem történt. Orvadászt fogtak el Bagóhegyen, a 67 éves férfi autójában egy őszfejet találtak a rendőrök. Válasz, sajtótájékoztatót tartott az éve a fejlesztési lista összeállításáról. És most jöjjenek a részletek. Orvvadászat és lőfegyverrel való visszaélés megalapozott gyanújával folytat eljárást a rendőrség egy 67 éves kanizsai férfi ellen. A nagykanizsai rendőrkapitányság járőrei a teherautóval közlekedő férfit Nagyrécsek külterületén a Bagóhegyen állították meg a napokban, amikor egy őszfejet találtak a járműben. A rendőrök a kocsi átvizsgálásakor az utastérben elhelyezett nejlonzsákban találták meg egy őszfejét, szörméjét, valamint az állat kizsigerelt belső szerveit. A további vizsgálatok során pedig a férfi nagyrécsei ingatlanjában lőfegyvereket és lőszereket foglaltak le. A nagykanizsai sofőr az állati maradványok eredetét nem tudta igazolni, ezért a rendőrök elfogták és a rendőrkapitányságra előállították. A nyomozók további adatgyűjtést végeztek, ennek keretében egy Nagyrécséhez tartozó hegyi ingatlanban kutatást végeztek, melynek során két darab átalakított golyós lőfegyvert, nagyobb mennyiségű lőszert és közel 18 kg őszhúst találtak. A férfit a kollégám gyanúsítottként kihallgatták, mert kiderült, hogy a személy lőfegyverek és lőszerek tartására engedéllyel nem rendelkezett, és a nála megtalált vadat jogosulatlanul ejtette el. 400 négyzetméteren égett a Citromsziget utcafrontra néző épületének tetőszerkezete ma hajnalban. Ahogy azt Bangó Szilárdtól, az Almegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetőjétől megtudtuk, a tüzet a nagykanizsai, valamint a környező településekről érkező tűzoltóknak néhány órán belül sikerült eloltaniuk. Az egykori laktanyával szemben élők szerint a Dózsa-György utcai ingatlannal lassan már minden héten történik valami, megoldást azonban még csak ígéreti szinten sem kínált senki az egyre súlyosabb problémára. A legutóbbi közgyűlésen érintőlegesen volt szó a Dózsa-György utca 73-75 alatt lévő épület együttesről. Azóta az élet igazolta Zakó László, a vagyongazdálkodás vezérigazgatójának szavait. Szeretném jelezni, hogy a Dózsa 73-75 egy időzített ketyegő atombomba. Ott közeledik véleményem szerint egy tragikus kimenetelű konfrontáció. Az atomrobbanást ugyan kizárhatjuk, de ma hajnalban valamitől lángra kapott az épület teteje. Ezeket a felvételeket az egyik a Citromsziget túloldalán élő kanizsai lakos készítette. Bangó Szilárd elmondta, hajnali 3 óra 40 perckor érkezett a riasztás a katasztrófavédelemhez. A szakemberek a keletkezés körülményeit tűzvizsgálattal próbálják megállapítani, személyi sérülés nem történt. Nagy erőkkel vonultuk a helyszínre, mert ugye a jelzés alapján úgy tűnt, hogy ez több száz négyzetméteresen érinti valamelyik épület tetőszerkezetét. Úgyhogy Nagykanizsáról, Zalakarosról, Letenyéről és Egerszegről is vonultak egységeink a helyszínre. Egerszegről például egy magasból mentő is beavatkozott. A tűz az összességében 400 négyzetmétert érintett, alapvetően tetőszerkezeteket, szarufákat, tetőlényszeket. Több vízsugárral dolgoztunk, és reggel 5 óra 40 percre el is oltottuk a tüzet. Ahogy ez a létra is bizonyítja, hiába próbáltuk meg bezárni, a hajléktalanok különféle módon, de újra és újra behatolnak a 73-as épületbe. Világított rá Zakó László. A Nagykanizsa vagyongazdálkodási és szolgáltató ZRT vezérigazgatója hozzátette, a cégüknek havonta több tízezer forintjába kerül a Citromsziget területének karbantartása és felügyelete. Az erőforrásaik azonban fogytán vannak. Szerinte az önkormányzatnak kellene drasztikus, de jó döntést hoznia az épület sorsáról. Tehetetlenek vagyunk azokkal szemben, akik nem ismernek semmilyen emberi magatartásformát, saját ürülékükben fekszenek naphosszat, és így élik az életüket. Ami a tűzvésszel kapcsolatban fölmerül kérdés, hogy mi legyen az ingatlan sorsa. Ha az egész Citromszigetet szeretné az önkormányzat, mert az önkormányzat a tulajdonos, felújítani, ott nem tudom hány nullát kell a milliárdok mögé tenni, 100 milliárdos nagyságrendről beszélünk. A volt laktanyaépület utcafronti része közvetlen kapcsolatban van a túloldalon lakókkal, akik szerint élhetetlen állapotok uralkodnak nap mint nap ezen a környéken.
Az a helyzet, hogy itt soha nem voltak problémák, 10 évvel ezelőtt kezdődtek ezek a komoly problémák, és nem is az idősebb ilyen úgynevezett, én úgy nevezem őket, hogy hontannokkal, hanem a 20 évesekkel, a 18 évesekkel, a k***kkal. Ez a probléma. Itt van 4-5 ilyen fiatal, akikkel csak a probléma van. Minden fórumon voltam, már mindenütt elmondtam. Polgármester úr, nagyon köszönöm, hogy ilyen hathatósan segített bennünket, de hát nem történik semmi. Úgyhogy nem tudok többet mondani, borzasztó állapotok vannak. Tegnap este, ami tegnap történt, az katasztrófa. A lakók azt is sérelmezik, hogy a megoldásra még csak ígéretet, javaslatot sem kaptak az önkormányzattól. Amennyiben a városvezetés a létesítmény elbontása mellett dönt, az is több 100 millió forintba kerülne, de a leégett tető javítása is sok 10 millió forintos költséggel járhat. Évente 5000 új építésű bérlakás átadásával oldaná meg a fiatalok lakhatási problémáját a Jobbik. Ahogy azt a hétfői sajtótájékoztatón Zé Kárpát Dániel, a párt országos alelnöke, valamint Berta Krisztián előválasztás jelölt ismertették, a Mi Városunk Otthonteremtési Program Nagykanizsán a Citromsziget épületének felújításával valósulhatna meg. Orbán Viktor az elmúlt 10 évben elárulta a magyar fiatalokat és elvette a jövőjük egy részét, hangsúlyozta Zé Kárpát Dániel. A Jobbik országos alelnöke szerint a lakhatási költségek tekintetében Magyarország uniós rekordokat tud felmutatni. A Jobbik célja a Mi Várunk programmal, hogy hazánkban, nem csak a nagyvárosokban megfizethető lakhatást biztosítsanak. Nagyon kevés a bérlakás, kevés az újépítésű ingatlan. Mi azt céloztuk meg, hogy a magyar fiataloknak visszaadjuk ezeket az elvett éveket, oly módon, hogy évente legalább 5000 új építésű bérlakást építünk, adunk át. Nyilván ezeket nem egyesével, hanem logikus blokkokban képzeltük el. Itt a hátunk mögött látható helyszínen is több tucat bérlakás számára lenne hely és tér. És azt is el kell mondanunk, hogy ezeket az önkormányzatok kezelésébe adnánk, az itt fizetendő bérleti díjak pedig maximum a piaci albérleti árak feléig mehetnének el. Nagykanizsán az egykori József főherceg laktanyát hoznák rendbe, és adnák ki kedvező áron a fiataloknak, mondta el Berta Krisztián. A párt előválasztás jelöltje azt reméli, hogy a szavazást követően az új nemzeti egységkormány által megszűnnek az otthonteremtési problémák, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, egy tetre kész képviselőre is szüksége lesz a helyieknek. A 2020-as esztendőben, illetve a 2021-es esztendőben is a központi költségvetéshez én beadtam ezt a módosítót, Gábis Jácint képviselőtársammal egyetemben, hiszen a forrás a központi költségvetésben rendelkezésre áll. Csak mellé kellene tenni azt a lobbyerőt, amelyet olyan sűrűn hangoztat ugye a kormány oldal. Többek között erről is szerettem volna ugye Cseresnyés Péterrel, a térség még regnáló képviselőjével egyeztetni, viszont ugye tőle válaszként csak egy sor kormánypropagandát, illetve Jakab Péterezésre futotta. A Mi Várunk a lakhatás mellett a magyar építőiparnak is egy kiszámítható megrendelés állományt biztosíthatna, a Jobbik politikusai szerint. Hazugságok helyett igazság címmel tartott sajtótájékoztatót hétfő délután az Éve frakció. Fodor Csaba és Berta Krisztián önkormányzati képviselők ezen az eseményen reagáltak Szabó Szilárd, a Fidesz frakcióvezetőjének azon kijelentésére, miszerint, idézem, hazugság az Éjjel Városunk Egyesület frakciója részéről, hogy az 588 millió forintos kormányzati támogatás felhasználásáról nem történt egyeztetés. Balog László polgármester ugyanis már hónapokkal ezelőtt megküldte a fejlesztési listát, ám ezzel kapcsolatban semmiféle választ nem kapott az Egyesülettől. Az utóbbi időben az évét és a közgyűlésnél különböző nem talán támadások és igaztalan támadások miatt. A megyei napilapban megjelent vádaskodás mellett azt is sérelmezik az Éve képviselői, hogy a polgármester és az alpolgármester szerintük úgy állította össze a korábbi fejlesztési sort, hogy nem volt erről egyeztetés a rendőrséggel, a Viakanizsa szakembereivel és az intézményvezetőkkel sem. Fodor Csaba elmondta, a projekt összegekkel is problémák voltak az eredeti listán, de múlt héten sikerült letisztázni az új koncepciót, amit el is fogadott a tulajdonosi bizottság. Lefolytattam azokat az megbeszéléseket minden érintettel, hát nem, sok mindenkivel, mindenkivel nyilván nem tudtam, de a rendőrség szakemberével, a VIA-val, az óvodavezetővel, meg a hivatallal, meg sok még másokkal is, amelyek fontosak voltak ahhoz, hogy a
bizottságot tájékoztatjam 14-én szerdán, és meghozzuk a döntéseket. A tájékoztatás megtörtént, az egyeztetések megtörténtek, szakemberek részt vettek a bizottsági ülésen, és az ott elhangzottaknak megfelelően alakítottuk át magát a listát is, bővítettük a 23-at 28-ra. Berta Krisztián szerint a helyi Fidesz kommunikációjának legnagyobb hazugsága az, hogy az éve nem reagált időben a polgármesteri listára. Az öt párti frakció már áprilisban elküldte az általuk összeállított sort, amint szerepelt a víztorony felújítása, ezt később Balogh László polgármester átvette. A létesítményre egyébként 278 milliót fordítanak a hivatalos döntés szerint. A Fidesz által összeállított listában például nem is szerepelt a víztorony felújítása, csak a víztorony mögötti területnek a fejlesztése. A mi listánkban viszont szerepelt a víztorony felújítása, igaz, hogy 300 millióval, ebből lett végül a Fidesz által leadott listában 270 millió, tehát elküldtük a listát, tehát ugye itt tetten érhető, hogy az igazság az nagyon elferdült. A lista kapcsán még kisebb átcsoportosításokról zajlanak tárgyalások, de az már biztos, hogy a 23 helyett 28 fejlesztést hajtanak majd végre az 588 milliós kompenzációból. Néhány szemelvény kikerült, viszont több forrás jut például az Attila óvoda rekonstrukciójára, és megvalósulhat a kajakház évek óta húzódó közvilágítási problémája. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Régészeti feltárás, 2500 négyzetméteren zajlik a munka az ipari parkban. Aratás, jól jött az eső, de kellene még az égi áldás a gazdák szerint. 2500 négyzetméteren zajlik régészeti ásatás az ipari park területén. A szakmai munkával a Várkapitányság Nonprofit ZRT a Túri György Múzeumot bízta meg. A projekt részeként előkerült leleteket mintegy 6500 évesre becsülik a kutatók. Olyan, mint egy kis mécses tartó, de úgy gondoljuk, igen, hogy valamilyen talán ilyen állatvért vagy illóanyagokat, vagy valami. Sokszor így fölfüggesztették, tehát itt nem tudjuk még a lyukokat, mert nincs megmosva. Az ásatás célja a történelmi értékek megmentése. Az eddigi munka során előkerült legértékesebb darabok az oltártöredékek. Ehhez hasonlót legutóbb Zalaszent Balázson találtak, de az ország más területén kifejezetten ritka leletnek számít. Itt Nagykanizsa közelében a késői lengyeli kultúra településén állunk most, ahol kisebb-nagyobb gödrök vannak, nagyon érdekes és különleges leletekkel, cserepeket, kőeszközöket találunk, és két különleges lelet, két oltár, úgynevezett oltártöredék, kultikus tárgy is előkerült ebből a kultúrából. Amint egy 6500 évvel ezelőtti település lakói állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkoztak. Az utómunkák eredményeként a szakemberek az egykori falu szerkezetét is meg tudják majd állapítani. Minden gödör most már GPS műszerrel rákerül egy térképre, tehát készül az ásatásra egy felülnézeti térkép, amelyből megállapíthatjuk a település szerkezetét is majd, és ezen kívül veszünk földmintát is a földből, az edények belsejéből is, ami aztán majd iszapolásra kerül, és akkor abból a földmintából megtudhatjuk, hogy abban a korszakban milyen növénytársulások éltek itt. Az útépítés nyomvonalának teljes területén a Túri György Múzeum szakemberei végzik a szakfelügyeletet. Az építkezés a feltárás után indulhat. Idén is segíthetünk a rászorulóknak. 11. alkalommal kezdődött el a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, amelynek részeként búza vagy pénzadomány felajánlásával több tízezer nehéz sorsú család helyzetét könnyíthetik meg az adakozók. A Magyarok Kenyere Alapítvány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével karöltve hozta létre ezt a karitatív kezdeményezést. A Magyar Örökségdíjas Program a Kárpát-medence magyar lakta részeiről gyűjt búzát a segítőkész adományozóktól. A felajánlott termény egy részét liszt, a másikat pedig kenyér formájában osztják szét a rászoruló családok és a segítő szervezetek között szerte a Kárpát-medencében. Az adományokat augusztus 20-áig várják a gyűjtőpontokon. Sabján Krisztián, a NAG Zala megyei szervezetének elnöke elmondta, a program évről évre egyre sikeresebb.
A 2020-as búza felajánlás az 28,5 tonna volt, ez mintegy 60%-kal több, mint az előtte lévő évben. És ami nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy a felajánlók száma növekedett, méghozzá nem is kevéssel, hiszen 120%-os növekedés mutatott az adományozóknak a száma, és mintegy 11 tonna liszt Izzala megyében lett, vagy került kiosztásra, és tovább ment ugye a Kárpát-medencei partnerszervezetekhez segítségként egy 5,2 tonna liszt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy abszolút sikeres, és a pandémia ellenére is, sőt, úgy gondolom, hogy mindenféleképpen inkább az látszik, hogy a gazdák egy privilégiumként maguk mellé vették ezt a kezdeményezést. Nagyon kellett az eső az alai földeknek, de korán sem volt elég a gazdálkodók szerint. Az aratás ez idáig zökkenőmentesen zajlott, viszont a még fejlődésben lévő növényeknél már most terméskieséssel számolnak a szakemberek. Az utóbbi másfél hónapban szinte nem kaptak csapadékot a földek, 30 fok feletti hőhullámokat viszont igen. Ez pedig megtette a hatását, hiszen az elmúlt napok alatt lehullott mennyiség sokszorosát is elviselnék a táblák. De múlt hétvégén is itt, ahol állunk, 12 mm csapadék hullott, ami azt jelenti, hogy négyzetméterenként 12 liter. Na most, hogyha ezt így nézzük, akkor az nagyon kevés, hogy a 30 centis termőréteg mennyire ki van száradva, tehát akkor 12 liter vizet, ha kilocsolunk egy négyzetméterre, akkor az rögtön felszívja a talaj, amit viszont a növény tud hasznosítani, de egy 35-40 fokos nyári melegben, ez három napi párolgásnak megfelelő. Ennél a gazdaságnál őszi árpával kezdődött az aratás, utána viszont nem a repcével folytatódott a munka, hanem a búzatáblákba mentek a gépek. Ennek a magyarázata, hogy a nagy melegben a növény hirtelen beérett, így nem lehetett tovább várni. Attól függetlenül, hogy ilyen hektikus volt az időjárás tavasszal, az őszi búza meg az őszi árp esetében, én maximálisan elégedett vagyok a termés mennyiségével, a minőséggel is. Repcéről még nem tudok nyilatkozni, ott jóval gyengébbet várok, mert ott nagyon komoly fagyok voltak a tavasszal. A munka tehát folyamatos a határban, de az őszi betakarítású növényeknél már most komoly kieséssel számolnak a gazdák, ez a kukorica esetében akár 50%-os is lehet. Ismét halak kerültek a Zalaerdő ZRT tavaiba. A ma reggeli órákban Szentpéterföldén és Kistalmácson volt telepítés. Utóbbi helyszínen 300 kg méteres ponty ugrott a tóba. Az erdőgazdaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megfelelő halállomány legyen a tavakban. Ennek Ernst Tamás szerint két feltétele van. Egyrészt biztosítani kell a természetes szaporodás feltételeit, másrészt megfelelő hangsúlyt kell fektetni a tudatos, szakmai alapokon nyugvó haltelepítésre. A Zalaerdő ZRT közjóléti tevékenységének meghatározó alappírére mondhatni a horgásztavak. Az erdőgazdaság két völgyzárogátos tavat kezel Zala megyében, itt Kistolmácson egy 11 hektáros, míg Szentpéterföldén pedig egy 14 hektáros völgyzárogátos tározót. Mindkét víztározó a halfajokat illetően kifejezetten gazdag. Kistolmácson a ragadozók közül jellemző a süllő, a csuka és a balin, valamint harcsa is van, de az elenyésző számban. A békés halak közül a legnépszerűbb a ponty. Ebből a fajból a mait megelőzően decemberben érkezett egy nagyobb szállítmány Kistolmácsra. A mai napon pedig újabb 300 kg méretes pontja gazdagodott a tó halállománya. Ezen felül a tóban változatos keszekfajok is megtalálhatók, így a keszekfajokra is lehet horgászni. A telepítést 4 napos horgászati tilalom kíséri. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Tűz, égett a Citromsziget teteje, személyi sérülés nem történt. Orvadászt fogtak el Bagóhegyen, a 67 éves férfi autójában egy őszfejet találtak a rendőrök. Válasz, sajtótájékoztatót tartott az éve a fejlesztési lista összeállításáról.
Ez volt a Kanizsa TV híradója július 20-án kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instán is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép napot kívánok, viszontlátásra!